A megszokott módon megtelt a kisvárdai Besenyei Gimnázium díszterme, sokan voltak kíváncsiak a csapat új szerzeményére és a tavaszi célokra. Az őszi keretből a brazil Felipe és Anderson Pico, valamint a portugál Hugo Seco távozott, helyükre öten érkeztek. A hagyományokhoz híven a csapatkapitány Lukasztól kapta meg új mezét honfitársa Fernando Viana, a szerb Szlobodan Simović és Nemanja Obradović, valamint Jelena Richard és Dombó Dávid. Révész Attila sportigazgató kiemelte, minden csapatrész meg akartak erősíteni, ráadásul a riválisok is igazoltak új futballistákat a téli szünetben. Senki nem akar kiesni, és mondhatom, hogy a 4.-5. helytől mindenki érintett lehet ebben a dologban. A tavasz nagyon keménynek ígérkezik, 17 mérkőzésünk lesz, és valóban 2-vel kevesebbet játszottunk, mint tavaly, ennek ellenére 4 ponttal többet szereztünk, de ez nem garancia semmire, látva a tavalyi MTK-nak a 26 ponttal fordulása utáni kiesését. Hát tulajdonképpen minden mérkőzés élet-halálnak tekinthető. Azt kell mondjam, hogy most még nem vagyunk kész. Azok a játékosok, akik most érkeztek, mivel nagyon rövid volt a felkészülés, nem érték még utol a csapat szintjét, nekik ez a februári hónap reményeim szerint elegendő lesz, hogy totál fölvegyék a többieknek a ritmusát. Az új szerzemények egyike, a kapus Dombó Dávid Mezőkövesdről érkezett Kisvárdára több játék lehetőség reményében. Minden játékos, én úgy gondolom, hogy a kapus és mezőnyjátékos ugyanabban a cipőben van, mindenki játszani szeretne. Ezért igen, nagyon örültem a Kisvárda megkeresésének. Nagyon örülök, hogy sikerült ide szerződnöm, és már nagyon várom az első mérkőzést, ami hát ugye a Mezőkövesd ellen lesz, úgyhogy ez külön izgalom számomra. Az eddigi benyomásaim nagyon pozitívak, mindenki nagyon pozitívan állt hozzám. Próbáltak mindenbe segíteni, minden olyan kérdésben tudtam segítséget kérni, amire egy hétköznapi dologban is nagyon nagy segítséget tudtak nyújtani, úgyhogy eddig abszolút pozitív. És biztos vagyok abban, hogy a továbbiakban is abszolút pozitív lesz a folytatás. Az NB1 tabelláját a Ferencváros vezeti 36 ponttal, a 32 pontos Molfehérvár FC és a 28 pontos Mezőkövesd előtt. A 20 ponttal 7. helyen álló Kisvárda szombaton Mezőkövesden lép pályára. A Mezőkövesd talán előrébb jár tőlünk, ráadásul kész játékosokat hoztak, nekünk ezzel van egy pici problémánk még. Az első mérkőzésen a legfontosabb a pontszerzés lenne, nem ígérkezik könnyűnek, de természetesen nem feltartott kézzel fogunk oda menni. Bizony lehetett volna könnyebb tavaszi rajtunk is, a második meg a Ferencváros, aki tudjuk, hogy a Ferencváros milyen állapotban van, hogyan zárta az őszt, és azóta még tovább erősödtek. Ennek ellenére egyetlen egy mérkőzésen fogunk feladni, sőt, minden egyes mérkőzésre a győzelem reményébe fogunk kifutni. Én úgy érzem, hogy talán most nagyobb az alapunk, hogy ezt megfogalmazzam, mint volt az őszi mérkőzése során. Az NBA 17. fordulójának további párosítása a következő: Ferencváros Paks, Molfehérvár FC Budapest Honvéd, Zalaegerszeg Diósgyőr, Kaposvár Puskás Akadémia és Debrecen Újpest.